Szent Mártonról egy percben. Szombathely leghíresebb születtének, Szent Mártonnak 2016-ban jubileumi emlékévet szentel a város. Éppen 1700 esztendeje, hogy Márton 316-ban jómódú pogány szülők gyermekeként meglátta a napvilágot Szavária határában. A ház, amelyben a világra jött, a legenda szerint a mai Szent Márton templom helyén állt, a környék pedig az egykor volt önálló település, máig a szent nevét viseli. Hogy emlékét méltóképpen megőrizze az utókor, a szülőház fölé az addigi sírkápolna átalakításával templomot emeltek, amely 860-ban már biztosan állt. Ezt először Szent István uralkodása idején építették át, méghozzá fából, nem sokkal később pedig félköréves szentélyű téglatemplom került a helyére. A 13. században román, a 15. században gótikus stílusban alakították át. 1668 és 1672 között épült újjá ismét. A 20. században bővítések, tatarozások vártak rá, 2015-ben pedig nagyszabású rekonstrukció zajlott a templomon a Szent Márton terv keretében. Több mint egy hete nagyszabású gálaműsorral nyílt meg a jubileumi Szent Márton emlékév Szombathelyen. Az ünnepség csak a kezdet volt, azóta gőzerővel folyik a további rendezvények előkészítése. A háttérmunkáról Szombathely Maci műsorunkban beszélt a Szent Márton programiroda vezetője. Az a kortárs alkotói pályázat, amit meghirdettünk a tavalyi esztendőben, annak most január 31-jel lezárul a jelentkezési határidejét. Ez is egy izgalmas dolog, hogy az iparművészek, képzőművészek hogy látják Szent Márton életét, hogy látják azokat a fontos értékeket, amit közvetít az ő élettörténet, és ezt hogy tudják az alkotásokban megjeleníteni. A zsűrizett művekből szeptember közepén nyílik kiállítás a Szombathelyi Képtárban. A Szent Márton drámapályázaton kiválasztott színdarab próbái is folynak már. Az előadás ősbemutatója március 5-én lesz a Vörös Sándor Színházban. Készül továbbá egy film is a szaváriai születésű szentről. Ez egy tévés film lesz, de mi kértük, hogy itt legyen egy sajtóbemutatója a moziban, majd ebbre is március folyamán kerül sor, még az utolsó simítások vannak a film kapcsán. Újdonság, hogy a napokban jelent meg a Szent Márton emlékív, amelyen a jól ismert köpeny megosztó jelenet mellett más a túri püspök életéhez kapcsolódó esemény és emlék is látható. Márton népszerű szent idehaza és egész Európában, életútját számos szerző választotta témául. A Szent Márton ábrázoló képzőművészeti alkotásokat veszi sorra, és az európai kultusz tárgyalja Lőrinc Zoltán szép kivitelű könyve, amely 2000 óta már a második kiadást is megérte. A Szent Márton ereklye hazahozataláról írt kötet 2013-as reprintje, az őt ábrázoló bélyegek gyűjteménye, életrajzi regény és a Szent Márton kulturális útvonal állomásait bemutató füzetek ugyancsak elérhetőek a könyvtár dokumentumai között. Ezekből a kiadványokból nekünk van helyismereti archiválási példányunk, és több példány van, kölcsönözhető példány is, amelyek nyilván, tehát egészen a gyermekektől idősebb korosztályokig, tehát ha valaki Szent Márton imádságokat szeretne olvasni, ő is elérheti. Most ebben a Szent Márton emlékében valószínű, hogy megemelkedik a kereslet az ilyen jellegű könyvek iránt, és ami megjelenik újonnan, azokat is igyekszünk minél hamarabb beszerezni. Az olvasó megtalálja a Szombathely és Pannonhalma közötti kerékpártúra útvonalát ismertető térképet, a Szent Márton imádságokat tartalmazó helyi kiadású kötetet és a gyerekeknek szóló füzeteket is. Idén ismét lesz operenciás meseillusztrációs rajzpályázat, de a szervezők a tematikát ezúttal a jubileumi esztendőhöz igazították. Hagyományosan a népmesék, népszokások, legendák és balladák világát jelenítik meg alkotásaikon a gyerekek, s most egy külön kategóriát is meghirdettek. Mi más adna az apropóját, mint a Szent Márton ünnepi évünk, és mikor ezt a pályázati kiírást elkészítettük, akkor gondolkodtunk azon, hogy vajon melyik korosztályt szólítsuk meg Szent Márton témával kapcsolatban, és adódott a lehetőség, hogy a felső tagozatosok azok, akik már történelmi ismereteket, kultúrtörténeti ismeretekkel együtt körbe tudják
járni Szent Márton életét, és ezért a meseillusztrációs pályázatban mi más a szentmártoni legenda feldolgozását ajánlottuk fel a gyerekeknek. Az Agora március 4-éig várja az óvodásokat, illetve az alsó és felső tagozatos iskolások rajzait egész Vas megyéből, sőt azon túlról is. Nem ritka, hogy 600-800 pályamunka is érkezik a felhívásra, most is hasonló érdeklődésre számítanak. A legszebbeket kiállításon is megmutatják majd. A felhívás részleteiről a Kulturális Központ honlapján lehet tájékozódni. Európa egyik legrégebbi és leghosszabb ideig használt sírkertje a Szent Márton úti temető. A történészek szerint már a Krisztus előtti második században is temetkeztek ide. A fennmaradt adatok arról tanúskodnak, hogy Szavária ókeresztény közössége alapította és használta először. A legenda szerint a közelben állt Szent Márton szülőháza. Ennek emlékére emelték a mai Szent Márton templom elődjét az egykori sírkápolna fölött. Feltehetően ebben a temetőben volt Szent Quirin első nyughelye, és valószínűleg itt temettek el másokat is, akik az ókeresztény korban hitük miatt szenvedtek vértanú halált. A temető egészen a 20. század közepéig használatban volt. Ma leginkább az utóbbi 200 évből látni itt sírköveket. Híres szombathelyi családok, a város neves szülötteinek sírhelyei is megtalálhatóak itt. Az ódon hangulatú kegyeleti hely a Kálvária templomot és a Szent Márton templomot összekötő Szent Márton történelmi sétaút 9. állomása. Egy férfi, aki megváltoztatta Európa történelmét. Egy férfi, aki példa volt ezrek és tízezrek számára, akik egy igazabb utat kerestek az életükben. Ő volt Márton, Túr városának püspöke. A szombathelyi televízió filmjében megeleveníti Szent Márton alakját, felidézi tetteit és bemutatja a nevéhez fűződő néphagyományokat. A képkockákon feltűnnek a Szent Márton európai kulturális útvonal kiemelkedő állomásai Szombathelytől Túrig. Megjelennek azok a művészettörténeti építészeti emlékek, amelyekkel e településeken találkozhatnak a zarándokok. A filmet csaknem fél éven át forgatták, 2008-ban készült el. Forgatókönyvét Molnár Péter írta, operatőre Vörös András és Szirmai Attila, vágója Ádám Dávid volt. A játékfilmes elemek felvételében 90 statiszta működött közre. A megjelenés évében a Szent Márton hét alkalmából szinte telt ház előtt nagy sikerű bemutatót tartottak a Szavária moziban. Az alkotás 2009-ben a helyi televíziók siófoki találkozóján helyi értékdíjat nyert. A magyar mellett angol, német és francia nyelven is nézhető film a Szent Márton emlékévben is elérhető az érdeklődők számára a szombathelyi televízió Géfin Gyula utcai szerkesztőségében. A Szent Márton Akadémia 2014 őszén vette kezdetét a jubileumi évre való felkészülés jegyében. A Szent Márton programiroda, a Martineum Felnőttképző Akadémia és a Martinus Vallási és Kulturális Egyesület ismeretterjesztő sorozatában neves kutatók és egyházi szakemberek tartanak előadást. Az idei folytatásban is számos érdekes téma került terítékre. Kedden 18 órától a Szegedi Tudományegyetem néprajzi és kulturális antropológiai tanszékének tanára beszél a Márton alakjához kötődő népszokásokról. Szent Márton tisztelete ugyanis nem csak a hivatalos egyházban formálódott, hanem a népi kultúra világában is. A szombathelyiek, kiváltképp a gyerekek ezt már jól tudják, hiszen a hagyományos főtéri Mártonnapi kirakó alkalmával ezekkel a néphagyományokkal ismerkedhetnek játékos formában évről évre. Barna Gábor néprajzkutató előadásában Márton életének és kultuszának népies elemeit tekinti át, magyar és európai anyag segítségével, képekkel is illusztrálva. A Szent Márton templom előtti tér rendezésének ötlete már az 1920-as években felvetődött. 1937-ben Újvári Ede polgármester terjesztette elő, hogy épüljön egy kút szoborral, amely a keresztelési jelenet szentségét fejezi ki. 1938-ban írták ki a pályázatot, amelyre 22 pályamű érkezett. Rumi Rajki István három változatot is tervezett Pázmándi István építésszel közösen. A többi szobrász a többnyire önmaga alakotta meg az egész művét, de a Rajki sokszor dolgozott együtt építészekkel, és a építész, aki hát a környezetet, a kutat és egyebeket, ami a szobor környezete, azt ő megtervezte, és hát magát a szobrot pedig a Rajki. A pályázatot komoly sajtóérdeklődés kísérte. A 10-tagú bizottság végül Rumi Rajki tervét támogatta. A háromszög alakú kompozíció bronzból készült, azt a pillanatot ábrázolja, amikor Márton szentelt vízzel hinti meg édesanyját, aki térdre borul előtte.
1938. júniusában kezdték az alapozást, október 2-án avatták fel a szobrot óriási tömeg jelenlétében. A kezdeti kritikák ellenére a szombathelyiek hamar megszerették az alkotást, amely a város egyik legszebb köztéri szobra. 1996-ban a Rumi Rajki kör kezdeményezésére restaurálták. Tavaly november óta látogatható az a kiállítás a Szavária Múzeumban, amely a Szent Márton életéhez, tetteihez kötődő európai települések történetét mutatja be magyar és angol nyelven. A tárlat célja felhívni a ma emberének figyelmét arra, hogy a szaváriai születésű szent személye és példázata egy közös nyelv, amely embereket, városokat és országokat is összekapcsol. Van, ahol kolostort alapított, van, ahol közösségeket hozott létre, van, ahol csodát tett, tehát meg annyi történet fűződik ezekhez az állomáshelyekhez. És hát Szaváriától egészen Túrig tart ez az útvonal, 12 települést érint, és hát erre csodálkozhatunk rá a kiállításban, hogy milyenek voltak ezek a települések az antik időkben, és milyen most ez a település, tehát egy kicsit történeti és egy kicsit turisztikai jellegű kiállítás. A Szent Márton nyomában című tárlat március 19-éig még megtekinthető. Szent Mártonról egy percben.